állhatnak meg a gépbe. 5B-s, 1600-as handicap, minden ló helyére kerül. És start, elindult át az amatőr futam, Pink szinte kilő a gépből, és már van egy jó 2-3 hosszas előnye az egyik favorittal Trentinoval szemben. Pink és Trentino, Prince of Paris remekül tartja magát, jön mögöttük Réssengő, jön a másik favorit Vanília bent a falon, Rence, majd Kökény következik, Everidge a középmezőny második felében, Koperta mögött pedig Napos zárja, némiképp most már talán kiszakadva a sort az utolsó 1200 méteren belül. Trentino gyorsít, és a felgőcé Rebekával Trentino az, aki átveszi a vezetést. Trentino mögött nagyon-nagyon jól zárkózik Kökény, Pink visszacsúszik a harmadik helyre, ott van a negyedik pozícióban Pink mögött Princess of Paris, bár folyamatosan csúszik vissza, jön a helyére Vanília, és jön a helyére Rence. Az utolsó fordulóhoz közelít a mezőny, egy lóban kiszakadva, ő viszont nagyon, ő nem más, mint Napos. Az élen továbbra is az egyik nagy kedvenc, Trentino. Trentinót közelíti most már 3/4 hossza a Kökény. Trentino, Kökény, Pink, Vanília, Rence. Hát ők öten úgy tűnik, hogy kiválnak a többiek közül. A Réssengő próbálna rájuk tapadni. Ez egyelőre nem nagyon sikerül neki. Everidge a háttérben rettenetesen kívül fog fordulni. Az utolsó 400 méter kezdetén Trentino egyelőre meggyőző. Trentino mögött mindig Kökény van ott, Rence van ott. Próbálkoznak kívülről Pinkkel, illetve Vaníliával. Az utolsó 300 méteren belül még mindig Trentino uralja ezt a versenyt. Trentinót bent a falon Rence támadhatja, Pink is nagyon-nagyon jó versenyt fut, Vanílának ezúttal most már azért nehezebb dolga van, nem is biztos, hogy ott lesz a dobogón, Trentino viszont eséshez méltóan versenyez, még mindig elő van, sőt, megint megnyúlik egy kicsit és növeli az előnyét, Pink, Rence, Kökény, illetve Vanília küzdenek mögötte, de csak a helyezésekért, mert Trentino hazaér, Trentino megnyeri a futamot, Pink mögött Rence lesz a harmadik, negyedik Vanília, ötödik Kökény, aztán Koperta, Réssengő, hárman pedig nagyon kiszakadva. Dönci Rebek a fantasztikus, mert azért ő is kellett ehhez a győzelemhez. Trentino bár két második helyezése után abóvó sansz volt, Dönci Rebek a pedig hazalovagolta őt. Ez volt idén már a hatodik sikere Dönci Rebekának. Pink jó sansz volt, Rence talán az, aki kisebb meglepetést okozott, ám bátor őt is ajánlhatta lovasnője Drexler Virginia. Napos nem futott jól, Vaníliának volt egy biztató momentuma, itt ugye ötödik helyen látjuk. Jelen befutási sorrend, 7-es, a második helyre célfotó az 1-es és a 6-os között. Célfotó a második helyre, Pinket láttam én ezüstérmesnek. A rendszerűt pedzegettük, hogy ott lett a dobogón. Hát Vaníliáról azért ugye itt hallottunk véleményeket, hogy hát bekerült handicapbe, de hát nagyon alacsonyan került be abba a handicapbe, milyen rettenetesen könnyen nyerte. A hatodik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 7-es, 6-os, 1-es. Ismétlem, 7-es, 6-os, 1-es. Valóban a könnyen győzött, de hát most már egy nyerés után abszolút úgy tűnik, hogy ott van a helyén, mert a nyerés után bizony-bizony már ugye csak a negyedik helyen ért célba. Nem fut itt sem rosszul, de hát azért duplázni nem tud. Trentino viszont két ezüstérem után megnyeri esedékes versenyet. Nincs azért meglepetés, tulajdonképpen majd, hogy nem lehet mondani, ezt a négy lovat favorizáltak a játékosok, az első négyet. Ugye Vanília mögött jön ott a gyolai színeket viselő Dönci Rebeka. Hát gyakorlatilag bő 50%-os a mérlege Dönci Rebekának. Rettenetesen eredményesen lovagol. Persze most jó sanszon ült, de hát a feladatokat meg kell oldani, ez pedig hibátlanul sikerült. Kicsit ugye kijebb sodródott, egy spórnyit, kettőt. Azt mondom, hogy 300-nál volt egy olyan pillanat, vagy talán több is, amikor úgy vészesen közelíteni látszott hozzá bent a falon, mondjuk Rence, meg Ping, de aztán megrázza magát Trentino, és gond nélkül ér haza. Hát a következő jelló, aki talán Trentinohoz hasonlóan megérett a győzelemre, az ugye Pink lesz majd, és sorozatosan most már ott van a dobogón, ezúttal most megint a második, neki is esedékes már a sikere, és hát nagyon úgy tűnik, hogy Rence is azért idén majd másodjára már jól fut, begyűjtheti azt a bizonyos győzelmét. 7-6-1,